Szerintem is egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Nagyon szépen fociztak a norvégok, és tényleg nagyon nehéz dolgunk volt ellenük. De szerintem így, hogy csapatként egybe voltunk, tehát stabilan védekeztünk, és abból szerintem egy-két egész formás támadást lakítottunk ki. Így teljesen pariba voltunk velük, és hát a végén szerencsére sikerült nyernünk. Hát nem tudom pontosan, hogy mennyit futottam, de igen, azért most nagyon sok meló volt a középpályán. Hát ez egy szempontból ugye jó, mert hát hogy ezt is tudja bírni a csapat, de másik szempontból meg, hogyha nálunk lett volna a labda, akkor nyilván könnyebb lett volna, és kevesebbet kellett volna futni, de szerintem így utólag már ezt nem bánja senki. Szerintem egy kicsit nyugodtabban kell játszunk a következő mérkőzéseken, mert küzdünk, hajtunk, tehát tényleg nagyon jó csapatként működünk, de támadásban igen egy kicsit nyugodtabban kell a labdát is járatni és a helyzetekhez is odaérni, és akkor szerintem több gólt is fogunk tudni lőni, akár akcióban, nem csak szabadrugásból is, és a csapatjáték is egyből jobb lesz. Néztünk róluk videókat, az biztos, hogy egy nagyon erős és gyors csapat lesz fizikálisan, és hihetetlenül jól fognak kontrázni, de szerintem nekünk ezzel nem kell foglalkozni, játszunk el a saját játékunkat, ugyanúgy küzdeni egymásért, mint az első mérkőzésen, és akkor szerintem nem lehet gond. Az elején mi domináltunk, volt egy-két helyzetünk, kiadtunk egy 100%-os zicsert is, aztán a norvégok kicsit rákapcsoltak, voltak helyzetek nekik is, de hál' Isten elkerülték a kapunkat. Így 0-0-val mentünk a félidőbe, aztán a második félidőbe pedig norvég csapat járatta a labdát. Volt támadásuk, ugye volt egy nagy védésem is, amivel meccsbe tartottam a csapatot, és sikerült egy gólt rúgnunk és megnyerni a mérkőzést. A norvég csapat nagyon jól játszott, nagyon jól járatta a labdát. Kicsit beszorultunk a másik félidőbe, de volt annyi bennünk, hogy összekaptuk magunkat a végére, volt 3 szabadrugásunk, és abból egyet értékesítettünk. Hát hatalmas erőt adott nekünk. Ha megnyerjük a következő mérkőzést, kint vagyunk az EB-n, ez volt a célunk, és reméljük, hogy el fogjuk érni, mindent meg fogunk tenni érte. A hangulat az nagyon jó, eddig is nagyon jó volt, egyben a csapat, és megyünk tovább. Hatalmas munkát végez a védelem hátul, de ezt köszönjük a támadóinknak is, mert ez az egész csapat. Ez a 4 meccs gól nélkül ezt az egész csapat érte el. Persze nagy dolgom volt benne is, mint ahogy a védelemnek is. És reméljük, hogy a következő meccsen se kapunk gólt. Nagyon fontos lenne, hogy lehoznánk azt is nullára. Minden meccsre így megyünk ki, hogy nulla hátul, és akkor nagy gond nem lehet. A bosnyák csapat egy nagyon erős, masszív csapat. Nagyon jó kontráznak. Szóval oda kell figyelni nagyon hátul is, illetve a kapuban is. Én úgy érzem, hogy ez a csapat képes rá, és kint leszünk az EB-n.